van, gyerekek, akkor most egészen fél kettőig siesztázunk. Munka, tanulás, étkezés és egy kis pihenés, ez a zseniális teknősféle edzés. Tényleg, és ezután minden nap ilyen borzasztóan keményen fogunk majd edzeni. Természetesen, de holnaptól nehezebb dolgotok lesz. Ugyanazt fogjátok csinálni, mint amit ma, csak hogy ezzel a 20 kilós teknős páncéllal a hátatokon. Holnap megtudjátok, miért is hívnak engem zseniális teknősnek. Ha valaki néhány éve azt mondja, hogy ezek ketten együtt harcolnak, kinevettem volna. Ők a harcművészetek történetének legütőképesebb párosa. És az sem kizárt, hogy megnyerik az ütközetet. Félek, mi van, ha ez is a sátán egy csela, hogy törbe csalja Songokut? Ezen sem lepődnék meg. Ne legyetek már ilyen borulátóak. A történelem legnagyobb párviadala van kialakulóban. Bulma, emlékszel még a radar által megadott igen, helyre? De... Nagyszerű, eszemben sincs kihagyni ezt a csatát. Igaz, de igaz. Csak nem sír, mester. Add a papucsomat, te mamlasz! Igenis, uram. Nem sírtam, te kretén, hanem nevettem. Ahogy jó hagyja. Egy év és két hét telt el. De én soha nem feledkeztem meg róla, soha. Akár azt is mondhatnánk, hogy szerelmes. Mit mondtál? Na most aztán kap tőlem, no! Szépvédés. Ugye? Becsüld meg magad. Vett tudomásul nem tűröm, hogy bárki is szemtelenkedjen velem. Ez rád is érvényes. Érthető? A világurával nem szemtelenkedhet senki. Igyekezz, barátom, vagy itt helyben megkorbácsoltatlak az alattvalómmal. Hogy lehet ez? Nem értem. Tudod, kisfiam, ez a hatalmas füstömeg az egyetlen jó dolog az élet és a más világ között. Olyan, mint egy híd, ami két olyan világot köt össze, amelyek nem létezhetnek egymás nélkül. Hiszen nincsen élet halál nélkül, és halál sem élet nélkül. Ennek a füstnek a segítségével halottak napján az elhunytak titkon visszatérhetnek egy kis időre a földre. Dobban! Gondolkozz! A kemence belseje óriási. Olyan nagy és veszélyes, mint egy vulkán belseje. Az utad igazi pokoljárás lesz. Biztos vagy benne, hogy akarod? Nem sosem látlak viszont! Meg kell mondjam, én sem vártalak vissza, pláne, hogy legutóbb a pokolra küldtelek. Csak körülnéztem egy kicsit. Furcsa, de mintha megváltoztál volna, mióta legutóbb láttalak. Így igaz, alaposan megváltoztam. Amint láthatod, újra fiatal vagyok. És ez azt jelenti, hogy most erősebb vagyok, mint valaha, amikor elintéztelek. Menekülj, Songoku! Menj és védd az életed! Rajtunk a sor, barátocskám. Megmutatom neked, milyen egy démoni támadás. Helyes, mutasd meg neki. Erre a kis vakarsra ráfér egy kiadós verés. Miért ilyen csökönyösek az emberek? Minek folytatod a harcot, amikor láthatod, hogy már semmi esélyed? Az igazságért? Nektek embereknek csak egy igazság jár, a halál. A király rendkívül jártas a harcművészetekben, és a bolygóján összegyűjtötte mindazokat, akiket erre érdemesnek talált, és akiket felhatalmazott, mint ahogy téged egyébként, hogy a haláluk után megőrizhessék a testüket. Ilyen Hübele Balázs módszerrel csak hátrafelé mész. Még mondani akartam valamit. Na, nem megmondtam! Ezen a helyen szigorúan be kell tartani a szabályokat, különben a királlyal gyűlik meg a bajod, és azt nem fogod megúszni szárazon. Tényleg? Az igazat megvalva, én még sosem láttam küzdeni, de azt mondják, hogy szavakkal nem lehet leírni a harci technikáját, a tudását és a gyorsaságát. Régen nem jártam már a galaxisnak ezen a felén. Azt a
akarod velem elhitetni, hogy a fiam nem menekült meg? Olyan nincs! Semmi nem tudja őt elpusztítani. Mi vagyunk a legkitartóbbak a galaxisban. Ezek a szavak rád vallanak, fiam. Büszke vagyok, hogy így gondolkodsz. Megtaláljuk azt a harcost, és elpusztítjuk az összes társával együtt. Ha uralkodni akarunk a galaxisban, bizonyítanunk kell a hatalmunkat. Információink szerint senki sem látta azóta, nem tért vissza a földre. Ne várjunk inkább? Hát le kellett volna merülnöd érte. Ez diktálja a józanész is. Te persze féltetted magad a víztől, mert olyan hülye vagy. Gondolhattad volna, hogy szükségünk lehet rá? Esetleg elrejtett valahol egy-két kristálygömböt? Ha van valami, amit rendkívül rosszul viselek, az a hülyeségnek ez a foka. Ha nem találod meg Vegitát, téged is ugyanez a büntetés vár. Azt csinálsz, amit akarsz. Az a fő, hogy megtaláld, és a saját érdekedben azt tanácsolom neked, hogy élve! Menni. Ha nem is pusztítom el mindet, legalább egy kicsit formába lendülök. Érzem, jól fogok szórakozni! Azt hitted, megszabadultál tőlem, Son Goku, de én a pokolból is visszatérek, hogy bosszút álljak! A szíve nem volt teljesen tiszta, megoszlott a jó és a rossz között, és ezért kellett megszületnie ennek a lénynek. Saját maga rosszabbik fele függetlenné vált. Vagyis ketté osztódott. Ezért aztán a két élő lény nem tud egymás nélkül létezni. Ha a kettő közül az egyik elpusztul, akkor a másiknak is el kell pusztulnia. És ha egyesülnek? Minden esetre most már tudom, hogy nem ez célra kellenek a mi kristálygömbjeink. Csodálom a bátorságodat, hogy ilyen messzire jöttél értük, tehát nyugodt szívvel ajándékozom neked az enyémet. Köszönjük szépen! Szörnyű időket élünk. Az idegenek mindent lerombolnak. Egész falvakat tüntettek már el. Ez borzasztó. Azért jöttek a bolygónkra, hogy megszerezzék a kristálygömböket. Igen. A gömbök népünk hatalmát és bölcsességét jelképezik. És most mégis hatalmas pusztítás okozói lettek. Ejt. Melyik magunk közül, Son Goku? Én vagyok. Mit parancsol? Jó napot! Én fogom az autóvezetést tanítani. Remélem, hogy jól meg fogjuk egymást érteni. Mondja, jól van, talán nem érzi jól magát? Igen, nagyon jól vagyok, nyugodjon meg. Nem vagyok ugyan fiatal, de nincs semmi probléma. Rögtön el is kezdjük, ha nincs ellenére. Ajaj! Mondja, kérhetnék egy szívességet? Esetezem, nyissa ki nekem az ajtót. Na, ez jól kezdődik. Szervusztok! Szervusztok, gyerekek! Bocsánat, tanár úr. Nagyon sajnálom, hogy félbeszakítottam az órát. Tudja, azt hiszem, hogy soha nem tanulok megvezetni. Igaza volt, két balkezes vagyok. Dehogy, ellenkezőleg. Azt mondja, hogy továbbra is ad nekem órákat? Persze, hogy adok. Bevallom, még soha nem volt ilyen fantasztikus tanítványom. Tényleg? Így gondolja? Akkor lássunk munkához, mert az idő sürget. Csak hogy neked is a barátodnak nincs mit tanulni, már mindent tudtok. Gondolja. Hát persze. De szükségünk van jogosítványra. Ugye ti tréfálkoztok velünk? Két ilyen erősebb embernek, mint mi, miért volna szüksége jogosítványra, he? Azt hiszem, igazából.